Sziasztok! Ma ezt a képünket fogjuk elkészíteni. A mappából behozzuk a színeket, és hozzáadjuk az egyéni színekhez. A világos kéket azt háromszor, a sötét kéket, ez lesz a hátszín, ezt kétszer, és a lilásat, ez pedig lesz az előszín, ezt egyszer. Na most bezártuk mind a kettőt. Hát ez nem tudom, mit keres itt. Nyitunk egy 800x500-as üres lapot, és elkezdjük szűrők, meddi, vévilap 1-1. Az első két szín marad, a harmadiknak betesszük a harmadik színt, és 3, 45, és maradunk a lineáron, leokéztuk. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük. Szűrők, domborítjuk, domborítással. Szűrők, meddi, zordinti lesz. Álljunk 300-tól 500-ig. A pluszra, és 345 a beállításunk, leokéztuk. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük. Ezt a réteget megkettőzzük, bemenjünk újra a szűrők, meddi, zordinti lesz be, rálunk a mozaikra, 300-tól 500-ig, és most a beállítás lesz 340. És oké. A következőkben ezt is szűrök, élesítjük, mikrokontraszt 12-vel. A függőleges tükrözéssel átdobjuk, a keverékmódot borításra állítjuk, az átlátsztalanságát pedig levesszük 30-ra. Szűrők, a Pelinne Silver Lining, álljunk rá a Dotti Grindre, a felsőt 4-esre tesszük, és a kéket pedig felhúzzuk 255-re. És leokéztuk. Réteg egyesít minden réteggel. Szűrők, szimple, quick tile, apli. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük. Most bemenjünk a szűrők filter unlimitedbe, kikeressük a BKG Kaleidoszkop, Kaleidoszkop 5, és ennek a beállítása lesz 66 és 241. És apli. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük. Ezt a réteget megkettőzzük. Szűrők, filter unlimited, simple, és horizontal grain. És apli. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük. Ennek a keverékmódját ráállítjuk fényességre, és ezt is egyesítjük az előző réteggel.
behozunk egy réteg új üreset, ezt most kitöltjük, átvegyük a harmadik szint, így, közben visszaállítjuk a színpaletten el a színünket, mert ha nem később elfelejtjük. Szűrők, Muramaster, Klúd. Álljunk rá a dot szilkre, a szurszőbázét jelöljük be, és a színeink lesznek az előszín és a hátszín, és leokéztük. Szűrök, elmosás, körkörös elmosás, egyszer, szűrők, elmosás, körkörös elmosás, még egyszer, szűrők, elmosás, művészi elmosás. Most bemenjünk a maszkokhoz, és behozzuk ezt a 10.05-ös maszkot, amit leokéztünk. A beállításokkal adunk neki árnyékot, 7-7-80%, 7-es sugár, oké, okay. Árnyék egyesítés, és újra beállítások, árnyékolás, most pedig 1-1-100, és 1-es sugár, oké, okay. És árnyék egyesítés. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel, egyszer, és szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel, még egyszer. Szűrők, domborítjuk, mérsékel domborítással. Bemenjünk a mappába. Hát nem ez a mappánk, bocsánat. Tehát bemenjünk a mappába, behozzuk Anna Ricinek ezt a tájképét, kimásoljuk, ide beillesszük új rétegként, majd megfogjuk, és egy kicsit elhelyezzük úgy. A szaggatott vonal itt van, tehát látjátok, itt. És elmondom nektek a kézi beállításokat. Mínusz 72 és mínusz 34, és leokéztük. Szűrők, élesítjük, mikrokontraszt 12-vel. Majd ezt megfogjuk, és a maszk alá helyezzük. Szűrők, bemenjünk a Filter Unlimited, innen pedig a Tramagas, Full Shadow, és itt az Intensity-t levesszük 50-re. Hát csak álljon be, így. Az alsót hagyjuk, és Apply. Réteg egyesít minden rétegen. A tájkép nem kell, ezért be is zártuk. Kép, külső keret. Egy egyes lesz az előszínnel. Kép, külső keret. Egyes maradhat a harmadik színünkkel, és kép, külső keret, egy 50-es a hátszínnel. Vesszük a varázspálcát, kijelöljük az 50-est, a megszokott módon szűrők, szimple, quick tille. Apply.
szűrők, elmosás, gáz elmosás, egy 50-nel, oké, okay. Szűrők elmosás, művészi elmosás. Szűrők, van der Lee, unplugged X, ráállunk a defokuszra, és a kettőt hétre tesszük, és leokéztuk. Szűrők, élesítjük mikrokontraszt 12-vel. Kijelölés, inverse kijelölés, szűrők, leképezés, progresszív kontúr. A színünk lesz fekete, a szélességet pedig 10-re tesszük. És a külsőnél benn van a pipa és elmosás. Leokéztuk. Kijelölés elrejtése. A mappából behozzuk a csajt, a szignot azt kitörőjük, így. Kijelölés, réteg kiválasztás, másolás, beillesszük. Ezt szabad átalakítással tegyük 80-ra, oké. Okay. Megfogjuk, ide-oldalra elhelyezzük, így. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-be élesítjük egyszer. Szűrők élesítés, mikrokontraszt 12, hát nem, hagyjuk inkább így. A beállításokkal adjunk neki árnyékot, 5, 50%, sugarat rakjuk 35-re, oké, okay. Árnyék egyesítés, és újra beállítások árnyékolás, mínusz 5, és mínusz 5, oké, okay. És árnyék egyesítés. A csaj már nem kell, ezért ezt is bezárjuk. Réteg egyesít minden réteggel. Szűrők, a aframes, a filter, customs, és a lánckápét kijelöljük, és leokéztuk. Kép, kép méret 800 pixel. Hát ennyi volt a mai leckénk, nem volt nehéz. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Mindenkinek köszönöm az eddigi elkészített képeket. És egy nagyon kellemes vasárnapot kívánok nektek. Sziasztok!